Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy újabb könyvajánlót hozok, mégpedig lovaskönyveket fogok ajánlani ezúttal. Három darabot valahogy úgy, mint amikor még csináltam valamikor réges-régen, talán januárban az ifjúsági disztópia könyvajánlót. Tehát három darab könyvet fogok ajánlani, nagyjából különböző kategóriában. De a lényeg, hogy mind három lovas lesz. Igazából mind a három így elég ismert, de így ezek kb. A legjobb lovas könyvek, amiket olvastam, és nem póniklubosak, hogyha valaki azt így tudja micsoda. Az első könyv Anna Sewell-től a Fekete Szépség, ez... Hát igen, ez tipikusan az, amit... Hogyha valaki minimálisan is szereti a lovakat, akkor így címről már nagyjából tudja, hogy ez kb. Melyik sztori, van belőle egy csomóféle filmváltozat, rajzfilmváltozat, meg minden, és én gyűjtöm ezeket a Penguin Puffin könyveket. Ezek ilyen nagyon szép kiadású gyerekkönyvek, és ebben benne volt ez is, és mivel még soha nem olvastam a Fekete Szépséget előtte, ezért úgy gondoltam, hogy akkor, ha már van belőle ilyen szép kiadás, akkor elolvasom. És hát eleve arra így emlékeztem, mert régen láttam a filmet is, meg a mesét is, hogy azért már az is brutál volt, mert voltak benne olyan dolgok, de hát a könyv az rosszabb, mármint a jó a könyv, csak olyan szempontból rosszabb, hogy hát az állatkínzás az eléggé aktívan jelen van benne, szóval az állatszerető kis lelkemnek nagyon sok ponton fájt ez a könyv olyan szempontból, hogy fekete szépséget követjük ugye benne végig, és fú, hát nagyon sokat szenvednek benne az állatok a szépségért. Vagy hát nem a szépséget, hanem azért, hogy az embereknek tetszenek. Igen, például ott az a nyakszíjas dolog, ami így a filmből ismerős lehet, meg igen, van benne egy csomó más minden is, ami így hasonlóan megbotránkoztató. Mert én például ennek a könyvnek az olvasása közben így dühös is lettem, hogy tehetnek ilyet az állatokkal. És hát igen, lényegében az a történet, hogy megszületik fekete szépség, és neki így az életútját követjük végig, ahogyan egyik gazdájától a másikhoz vándorol, és milyen megpróbáltatásai vannak. És könyvben nem annyira vidám, mint filmben. Mármint így elég lehangoló szóval nem úgy érdemes elkezdeni olvasni ezt a könyvet, hogy közben valaki valami boldog olvasmányra várjik, mert igen, elég lehangoló. De nem negatív végkimenetelű. De nagyon lehangoló. A második könyv egy történelmi fikció, és ezt is sokat emlegettem már, de most legalább így egy helyen lesz. Ez pedig Michael Morpurgo-tól a Hadak útján. Ez egy nagyon rövid, nagyon gyors kis olvasmány, ami az első világháború idején játszódik, és Joyt követjük benne végig, Joyt a lovat, akit besoroznak a hadseregbe, és igazából szintén az ő útját követjük, ahogyan Csíkókorától eljutunk a háború végéig. És magát a háborút írja le ezzel együtt. Amit igazából így narratíva szempontból tudni kell, hogy tehát Joy is meséli, tehát végig az ő szemszögéből, az ő narrációjával nézzük az eseményeket. És hát ugye ebből is van a filmváltozat, az igazából eléggé más, mint egyes pontokon nagyon más, de amúgy meg viszonylag jól leköveti a film a könyvet. És hát igen, ez is erős érzelmi hatás gyakorol az olvasóra. De ez is nagyon jó. A harmadik könyv pedig Chris Evans-tól. ez a bosszúállók hatása. Igen, megláttam, hogy Evans. Nicholas Evans-tól a Suttogó. Ez pedig már, hát, ugye volt egy történelmi regény, egy klasszikus gyerekkönyv. Ez meg, én azt mondanám, hogy azért felnőtt könyv, vagy nem gyerek kategóriába tartozik. Elég vastag és elég tömény is igazából a mondani valója, mert hát egy elég komoly baleset történik egyből a könyv elején. Szintén van belőle egyébként film. Mondjuk ez annyira nem jó, és unalmas, és hosszú. De a könyv sokkal jobb. És tudom, hogy a hátsó borítón fölcserélték a két szereplőnek a nevét, a kislánynak meg az anyukájáét. Szóval Grace a kislány, és Annie az anyuka.
és végül is őket követjük. És Grace-nek egyből a könyv elején van egy balesete, neki és a barátnőjének, kilógolnak télen, és hát Grace-nek amputálni kell a lábát, a lova zarándok pedig eléggé durva meg is sérül, és hát meg is vadul ettől, tehát hogy nem igazán lehet újra ráülni. És az anyuka Annie próbál találni valami megoldást, hogy igazából megmentse a lányát is, meg a lovat is, és a kettőjük, és az egész család kapcsolatát. És ezért elutaznak Montanába, ahol él egy suttogó, és megpróbálja rávenni, hogy segítsen. És hát ez egy jó hosszú könyv, így a másik kettőhöz képest is. És tényleg elég tömény, mert hát eleve ott van ez a baleset, meg vannak közben ugye más dolgok is. Ráadásul ez még így romantikus regénynek is van kimondva, sőt Goodreads-en a csiklit kategóriába is besorolták, amit így nem teljesen értettem, de csiklit is lehet. Szóval romantikus könyv. Igazából sejteni lehet, hogy kik között alakul románc, de nem spoilerezek. Ja igen, és azért mondom, hogy felnőtt könyv inkább, mert elég többször előfordulnak benne 18 pluszos jelenetek. Amiket mikor én ezt 14 évesen olvastam, kicsit megleptek, hogy így oké, ment a brutális baleset, amit azt is durván le van benne írva, úgyhogy az is ilyen gyomorforgató élmény volt, de azt még így valahogy túléltem, csak utána így megleptek az ilyen felnőttebb jelenetek benne, szóval így meglepődtem egy-két helyen, és így én ehhez még kicsi vagyok. Igen, de egyébként egy nagyon jó könyv, és nagyon nehezen is indultam vele, mert először 90 oldal körül félbehagytam majdnem egy évig, de utána felvettem újra, elolvastam, és nagyon durván megsiratott a vége. Úgyhogy ez is nagyon jó könyv. Én ezt a három könyvet ajánlom a lovas kategóriában, de hogyha nektek lenne egyéb más kedvenc lovas könyvetek, nyugodtan írjátok meg kommentben, mert nehezen találok jó lovas könyveket, úgyhogy minden tippet szívesen fogadok. Meggondolom mások is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!